Ez a világhírű kínai agyakkatonákat bemutató tárlat érkezett Gorziumba, a különleges kiállításon a 2000 évvel ezelőtt elhunyt első kínai császár síremlékét őrző szobrok jellegzetes darabjai láthatók. Egy olyan korszakba tudunk bepillantani, amely időszak természetesen Magyarországon, a Kárpát-medencében is szinkronban történt. Valójában a legnagyobb különbség talán a két terület között, hogy a kínaiaknál ekkor kezdődik már a birodalmi időszak, míg a Kárpát-medencében ekkor még főleg törzsi keretekben, illetve kisebb királyságokban éltek az emberek. A 20. század egyik legjelentősebb régészeti történése az agyaghadsereg felfedezése. Ennek részletes történetét is megismerhetik a látogatók a tárlaton, mely a szegedi Móra Ferenc Múzeum közreműködésével valósult meg. A kínai történelemből az átlagember számára talán a kínai nagyfal után az egyik legismertebb pont a kínai agyaghadsereg, a cseréphadsereg, a terrakotta hadsereg, több néven is ismerjük, viszont a nevükön kívül már a korszakban szerintem bizonytalanok az átlagember, és maga történetéről nagyon keveset tudnak. Tehát ezen keresztül tudunk bepillantást nyújtani az ókori Kínába, az akkor megszülető birodalomba. Az első kínai császár halhatatlan őrei című kiállításon az is kiderül, hogy mintegy 2200 éve összesen 4 árkotást csak az agyaghadsereg számára, melyekben a becslések alapján nagyjából 8000 szobor fekhet. A föld alá temetett hadsereg, amely életnagyságú 184-197 cm magas katonákból áll, a Kínát egyesítő első császár Qing Shi Huangti parancsára készült. A különleges szobrok az ókori darabok pontos másolatai. A kínai állam természetesen nem szívesen adja ki az eredeti darabokat a kezéből, azonban ezek a replikák igazán élethűek. Ahogy a nézők azt láthatják, az agyakkatonák nagyjából egy fejjel magasabbak csak nálam. Találhatóak itt gyalogos katonák, tisztek, hadnagyok. Érdemes ellátogatni a kiállításra ide a Gorziumba. Ezt hétfőtől vasárnapig minden nap 10 és 18 óra között tekinthetik meg az ókori Kína történelme iránt érdeklődők. A hétvégén tartandó Florália tavasz köszöntő ünnep ideje alatt is látogatható a kiállítás.